Kedves nézőink, folytatjuk adásunkat. Most nézzék meg... Mi az? Nem történt valami bajod? Nem, nekem nem, semmi. Neked? Nekem sem. Egyáltalán mi volt ez? Laha! Én végére járok ennek az őrületnek. Mi az, Juli, mit csinálsz te itt? Megcsináltam a villanyt. Úgyhogy megcsináltad rosszul? Van egy este, mikor háromszor lecsapja az órát. Én egyre sem emlékszem. Hát persze, mert te minden este játszol. Igaz, ritka este a mai, hogy nem játszol. De azért a villanyórával akkor se babrány, mert veszélyes. Mama, mi történt? Semmi, lecsapódott a villanyóra, de Juli megcsinálta. Ja, Szürgethetem a misit tovább? Nyugodtan. Na, kihallgassalak élő világból? Nem, most már tudom. Tudod? Miért megnézem, hogy sütik a misit. Jó, nézd meg szépen. Végre egy csendes, nyugodt este itthon. Zsuzsa! Lala! Nyis ajtót! Csöngetnek, nem tudom a gyereket letenni, fürdetem. Jó, akárki átharapom a torkát. Szervusz, Gyurikám! Parancsolj, foglalj helyet! Köszönöm. Ezt a váratlan meglepetést. Váratlan meglepetés? Hát nem kaptad meg a diszpozíciót a plusz egy főre? De péntekre várunk benneteket. Szüle. Tévedsz, drága lalám, tévedsz. Mára beszéltük meg, elnézted a dátumot. Hű, a teremtés itt, az lehetséges. Na, lefektettem a misikét. Csókolom, Zsuzsa. Üdvözlöm, Gyurikám. Szervusz, Gyuri, de megnőttél. Gyuri bácsi is. Hogy? Mert tévében csak eddig látszik. Minden viséhez igyed rá, amíg elalszik. Jó, te képzel, szívem, elnéztem a dátumot. Ma van a plusz egy fő felvétele. Ma? Miért? Most? Csak nincs előadásotok. Nem, nincs. Szóval nem zavarok? Ne, ugyan, soha jobban. Hát akkor hívhatom a stábot. A stáb is itt van. Parancsoljatok, hogy? Köszönöm. Gyerekek.